Pár Ádám történész politológussal a múlt héten olyan filmeket vizsgáltunk, amelyek Észak-Afrikában játszódnak, így szóba került a Szahara, a Dicsőség arcai és a Légiós című filmek. Ma tovább haladunk, és az utóbbi akciófilmhez képest egy jóval komolyabb és minőségibb alkotással kezdjük a sort. Egy életrajzi történetről van szó a távol Afrikától, illetve az eredeti regénye volt egy farmom Afrikában, Karen Blixennek. Az önéletírásából Sidney Pollack által rendezett, azóta már hát klasszikussá vált film Meryl Streep-el és Robert Redforddal. Hát tulajdonképpen igazából ez egy igazi, szép, nagyívű, romantikus sztori, és akkor még ráadásul van egy ilyen egzotikus tájunk is. Karen Blixen bárónőnek az önéletrajzából készült ez a film valóban, és hát nagyon sokrétűen bemutatja ezt a gyarmati világot a sok kis emberi konfliktusával. Eleve abból adódik egy, hát nem is konfliktus, de egy sajátos helyzet, hogy egy dán arisztokrata költözik Kenyába, egy brit gyarmat területére, és a film elején elég sokat foglalkoznak azzal, hogy találgatják, hogy most Dánia az német barát, vagy nem német barát, és akkor így módon próbálják kitalálni, hogy Karen mit gondol a háborúról, ő pedig frappánsan azt válaszolja, hogy ha Dániának választania kell, akkor saját maga mellé áll. Ezen kívül pedig talán azért, mert ő nem angol, tehát nem annyira érdekelt az afrikai kontinensnek a feltérképezésében, meghódításában, anyagi erőforrásainak a kiaknázásában, ezért egészen más viszonyt épít ki a benszülöttekkel, mint a brit adminisztrációnak a tagjai. Tehát elég sokszor láthatjuk azt, hogy a brit telepesekkel, és most telepes alatt vagyonos emberekre gondoljunk, vagy a brit adminisztráció különböző fafejű tisztviselőivel neki éles konfliktusa lesz. És például az őslakosoknak az életét meghatározó folyamatok miatt is, tehát például amiatt, hogy egy iskolát szeretne építeni az őslakos gyerekeknek, mire az a válasz, hogy na de minek az nekik. Ezen kívül pedig látunk egy szerelmi háromszöget is, talán mondjuk ez a leghíresebb vonatkozása a filmnek. Tehát fokozatosan Karen elhidegül a svéd arisztokratától, akinek egy kávéültetvénye van Kenyában, és hát egyre inkább egy ilyen kicsit kalandor, kicsit telepes mentalitású angol férfi felé kezd el vonzódni, szóval van egyfajta sajátos párhuzam szerintem az elfújta széllel, abban az értelemben is, hogy van egy ilyen sajátos szerelmi háromszög, meg hogy Karen egy ugyanolyan talpra esett a környezetéhez, a környezetében élő nőkhöz képest, egy talpra esettebb, elszántabb, önmagáért jobban kiállóbb típus, hasonlítva Scarlett O'Hara-hoz. És hát láthatóan ez a környezetét azért irritálja, még hogyha ezt nagyon finoman is adják a tudtára. És hát persze a történet azzal ér véget, hogy hiába minden jó szándék meg erőfeszítés, azért csak ugye csődbe megy a kávéültetvény, és vissza kell térnie Európába. Tehát akár allegóriának is tekinthetjük Karennek a helyzetét, hogy ugye a fehér hölgy megpróbál segíteni az afrikaiakon nyilván kicsit paternalista mentalitással, de aztán hiába jó szándék, a történelem meg a társadalom azok felülírják ezt a jó szándékot. Igen, erre a bizonyos jó szándékra akartam rátérni. Úgy gondoltam, hogy elolvasom a könyvet, mert hogy miért ne, és szerintem a 15. oldalnál nem jutottam tovább, mert ez a fajta bizonyos jó szándék, ami a filmben is valamelyest ki van karikírozva, hiszen mutatják, hogy őt tényleg a jó szándék vezérli, de nem tudja, hogy azt mégis hogyan valósíthatja meg, mert teljes joggal kritizálja őt, akár mondjuk a későbbi partnere is, hogy hát miért kell fehér kesztyűt adni arra a szerencsétlen gyerekre, hogy behozza a leveses tálat, és persze, hogy össze fogja törni, hiszen soha nem viselt kesztyűt. Mert hogy ebbe bele se gondol, hogy a segítségnek nem feltétlenül kell, hogy legyen egy olyan része is, hogy a kultúráját ráerőltesse ezekre az emberekre, de őneki mégis ez az alapvetés. És ennek van egy nagyon rossz íze például,
például az eredeti regényben, számomra legalábbis, ott, mert ott senki nem volt az, aki rámutasson, hogy ugye tudjuk, hogy ez az 1910-es évek vége, 20-as évek eleje, és akkor így gondolkoztak az emberek, és attól még, hogy úgy mondjam, nem számított ő rossz embernek, csak egyszerűen ez volt belekódolva az ő viselkedésébe. A film az már erre tud 85-ben reagálni, például ezzel a kesztyűs jelenettel. Itt azért lehet egy olyan konfliktus forrás is, hogy ő ugye mégiscsak egy dán ember. Tehát egy olyan országból jött, amelynek ugyan voltak gyarmatosító ambíciói egyébként Dániának is, meg Dánia részt vett a rabszolgakereskedelemben. Igaz, hogy ez az ország volt az első, amelyik el is törölte, de mindegy. Szóval voltak dán birtokok a tengeren túlon, de mégiscsak egy kisebb ország, és mondjuk egy dán embernek, egy átlagos dánnak, még egy arisztokratának is vajmi kevés fogalma lehetett a kenyai valóságról, az ott élőknek a viszonyairól, és talán ebből vezethető le az a fajta szándék, hogy ő megpróbálja, még hogyha jó szándékból is, de átalakítani az afrikaiakat, legalábbis azokat, akik körülötte éltek, míg az angolok pedig részben egy pragmatikusabb telepes, meg hivatalnok felfogásból nézve ítélték meg ezt a kérdést, tehát ők úgy gondolták, hogy hát hogy mindenki maradjon a maga helyén, persze nem kell a benszülötteket átalakítani, nem kell magunkhoz hasonlóvá tenni, jók ők úgy, ahogy vannak, de mondjuk ebbe a felfogásba is belecsúszik egy másfajta, más értelmű paternalizmus, szóval egyik paternalizmus a másik paternalizmussal szemben kijátszódik a filmben, meg a történelemben. De a legfontosabb, ahogy te is mondtad, a szerelmi szál, úgyhogy úgyis mindenki azért nézi meg, hogy Robert Redford és Meryl Streep újra egymásba szeres. És a szép tájakért. A következő filmünk szintén részben igaz történet, ez a bizonyos Ragadozók, és senki ne a Predator filmekre gondoljon. 1996-ban, vagyis pontosan az eredeti sztori után 100 évvel, ugye 1896-os maga a történet, amit feldolgoz, Michael Douglas és Val Kilmer főszereplésével. Hát itt is a már egyébként korábbi filmekben említett erőszak kerül bizonyos szempontból a középpontba, de azt hiszem, hogyha, most bocsánat ezért, hogyha ebbe tényleg megint van egy ilyen sztereotíp hozzáállás, Afrikáról, afrikai filmekről van szó, ez valamilyen formában mindig elő fog kerülni, hiszen akár mondjuk az egyik ember a másikkal, akár mondjuk az ember a természettel, de valamilyen módon összecsap ezekben a történetekben. Igen, ugye Afrika egy nagyon veszélyes helyként élt az európaiak fejébe, sőt, hát mondjuk meg őszintén, hogy manapság is, de a 19. század végén, amikor éppen csak elkezdték meghódítani ezt a kontinenst, meg belakni, akkor még inkább, és különösképpen hírhet lett Kelet-Afrika két oroszlán miatt, akik majdnem átírták a történelmet, ugyanis a britek egy vasútvonalat építettek versenyben a németekkel, és hát a brit vasútépítés egy bizonyos ponton, egy Tsavo nevű helynél megakadt, ugyanis két oroszlán elkezdte megtizedelni a vasútépítő munkásokat, akik nem angolok voltak, hanem egytől egyig indiai vendégmunkások, illetve kisebb számban afrikaiak, és ez a történet nagyon hírhet lett, mert lényegében véve 135-re teszik ennek a két oroszlán áldozatainak a számát, de hát nyilván az, hogy hány áldozatuk volt, soha nem fog kiderülni teljesen. A lényeg az, hogy 135 embert írnak a számlájukra, és nagyon komoly hadjáratot kellett folytatni Pattersonnak, akit Val Kilmer alakít, Patterson ezredest, tehát neki nagyon komoly hadjáratot kellett folytatni a két oroszlán ellen, mert semmilyen módon nem tudták őket elkapni, és ördögi ravassággal, hogy ilyen romantikusan éljek, kikerültek minden korábbi csapdát. Tulajdonképpen a film ezt a hadjáratot próbálja meg bemutatni, nagyon belesűrítve másfél órába, ennek a rövid időtartamnak van is egyébként szerintem a filmre nézve hátránya, tehát túl gyorsan peregnek az események, és nem nagyon építik fel a szereplőknek a jellemét. Viszont nagyon fontos társadalmi szempontból, hogy a filmben utalnak a ellentétre az afrikaiak és az indiaiak között, tehát még Pattersonnak az is nehézséget okoz, hogy egyben tartsa a munkásait, mert itt vannak
Indiából jött hinduk és muszlimok, akik egymással szemben is ellenségesek, vannak afrikaiak, akik betolakodónak látnak mindenkit az ő földjükön, és még ezt tetőzi a két oroszlánunk. A következő filmünk is szintén, hát mondjuk valós eseményeket dolgoz fel, és Ugandába jutunk el a következő történettel, ez a bizonyos Az utolsó skót király, Forest Whitakerrel és James McAvoy-jal, 2006-ból való ez a film is, mint egy korábban említett. Egyrészt iszonyatosan különleges ez a történet, másrészt pedig nagyon jól meséli el, és van egy a már korábban említett erőszak, akár mondjuk szellemi szinten is, megjelenik, tehát egy újabb aspektusát ismerjük meg ennek az afrikai létnek, vagy konkrétan mondjuk az ugandai történelmi helyzetnek. Igen, hát ez Idi Amin diktátorról is szól ez a film, de alapvetően egy Gerigen nevű skót orvosnak a történetén keresztül ismerjük meg Idi Amin jellemét. Valós történeten alapul annyiban, hogy létezett egy angol orvos, akinek a visszaemlékezéseit részben alapul vették ehhez a filmhez, de maga Gerigen egy kitalált szereplő. És hát szerintem ez egy igazán jó pszichodráma, tehát azt nagyon jól bemutatja, hogy hogyan képes a kisember a zsarnokságnak a szolgájává válni, hogy Gerigen először úgy találkozik Idi Aminnal, mint egy ilyen nagyon kedves, mosolygós, joviális fickóval, aki rajong Skóciáért, és szereti a skótokat, hát persze leginkább azért, mert Ugandát a britek gyarmatosították, akiket nyilván Idi Amin az angolokkal azonosít, innentől kezdve a skótok számára jó fejek, innen származik a filmnek a cím, Az utolsó skót király, és aztán szépen lassan csúszik bele a film abba, hogy kiderül, hogy ez a joviális ember, aki a népe felvirágoztatásának szenteli magát szavakban, az egy szadista zsarnok, aki bárkit eltesz az útjából, beleértve a saját feleségét is, hogyha az félrelép, és hát ilyen szempontból egy rádöbbenés történet, tehát Gerigen fokozatosan rádöbben, hogy hová is kerül, és kinek a körme közé kerül, csak ugye már nagyon nehéz innen megszökni. Most ez lehet, hogy egy meredek összehasonlítás lesz, de tulajdonképpen valamilyen szinten még a lányom nélkül sohával is össze lehetne vetni, abból a szempontból, hogy ahogyan ugye Miss Mahmoudi próbált ugye Iránból valahogyan kimenekülni, hát ugyanígy a mi főhősünk is, aki szintén naívan érkezik erre a helyre, Ugandába, ugye szintén próbál megszökni, csak hát nagyon nehezen megy, hiszen Idi Amin nem olyan ember, aki csak úgy elengedi azt, akit egyszer már a szolgálatába fogadott. Szintén egy erős váltás a következő film, hiszen azt megígértük, hogy műfaj és akár mint minőség szempontjából is nagy hullámzások lesznek, vannak ebben a beszélgetésben. A következő az Istenek a fejükre estek, ami szerintem nagyjából mindenkinek megvolt, mert ugye egy 80-as filmről van szó, és a VHS korszakban, hát talán az első film volt, amit mindenki fölvett és megnézett nagyon sokszor, mert amúgy meg nagyon szórakoztató is volt, tehát cuki volt a film. Nem tudom, hogy ez a cukiság, ez mennyire ment annak a rovására, hogy egyébként a busmanoknak az életét a maguk teljességében megismerjük, de hát legalábbis ez a bizonyos kólásüveggel való vacakolás, ami az egész filmet tulajdonképpen összetartja, annak van azért egy ilyen metaforikus jellege is. Tehát azt hiszem, hogy az Istenek a fejükre estek azért picit több annál, mint hogy ilyen tortadobáló humorkodás legyen. Igen, hát a maga korában egy nagyon kultikus film volt ez, antropológiai szempontból is, tehát nagyon jól bemutatja különböző kultúráknak a szinkronitását, hogy a fehér, az ázsiai és az afrikai kultúra, és hát persze e hármon belül még lehet szétszálazni a jelenségeket, hogyan élnek egymás mellett. Ugye maga korábban ezt kifejezetten úgy tekintették, mint az emberi sokszínűségnek a lenyomatát. Persze érték kritikák is, például apartheid ellenes tüntetéseken bírálták ezt a filmet, mert hogy ez egy 1980-as film, dél-afrikai, botszvánai koprodukcióban, és hát bizony 1980 még vastagon az apartheid időszaka Dél-Afrikában. Ugye nagyon sokan bírálták amiatt is, hogy sematikusan mutatja be az afrikaiaknak az életét, konkrétan a Bushman vagy Shan
népcsoport életét, szokásait, és ilyen szempontból érték éles kritikák. Na most ezt talán kevésbé érezte egy közép-európai néző, mert inkább a különböző kultúrák egymáshoz való viszonya és a kölcsönös megértés szelleme jött át a filmből, de bizony a maga korában volt egy negatív nyugati recepciója is ennek az alkotásnak. Az említett apartheid rendszere, vagy legalábbis ez a bizonyos történelmi jelenség, azért ezzel viszonylag sok vagy több film is foglalkozott, mert ez is olyasmi, amivel foglalkozni kell, és mielőtt a következő filmünkre, amit megbeszéltünk, áttérnénk, én azért kiemelnék egy másikat, ami szintén ide tartozik, eszembe jutott, ez egy Egyesült Királyság, amit még 2016-ban készítettek, és ez is egy valós történet, Szeretsze Káma botswanai királyról szól, aki 1947-ben találkozott Angliában egy fehér nővel, és egymásba is szerettek, Ruth Williams-szel. Történetesen a házasságuk meg is valósult, de hát ugye nagyon sok nehézség árán, minden esetre ezt meséli el a történet, és szintén ennél a témánál maradva, amit még mindenképpen beleveszünk ebbe a listába, ez a bizonyos Goodbye Bafana, ami pedig hát ugye nyilván Nelson Mandela életén keresztül mutatja be ezt a helyzetet. Bill August rendezte a filmet, és Joseph Fiennes az egyik főszereplője. Hát ez mindenképpen megér egy misét, mert azon kívül, hogy izgalmas a történet, borzasztó szépen is meséli el. És nagyon sajátos nézőpontból meséli el, mert a börtönőr, Mandelának az egyik börtönőre, Gregorinak a szemével látjuk Mandelát, illetve az egész dél-afrikai helyzetet. Tehát az egy nagyon találékony megoldás, amikor egy nagy ember, tehát egy jelentős történelmi személyiségnek a sorsa egy kisebb szereplő szemével jelenik meg a filmvásznon, úgyhogy kifejezetten élveztem, hogy egy ilyen sajátos fókuszban látjuk Mandelát, és hát Gregorinak, a börtönőrnek van egy nagyon sajátos helyzete, hiszen ő búr származású, és volt egy gyermekkori fekete barátja, akire utal ez a Bafana név, úgyhogy ő tulajdonképpen egyénileg közel áll a fekete afrikaiakhoz, és ilyen értelemben véve szépen lassan elkezdi megérteni Mandelának a lépéseinek és cselekedeteinek a mozgató rugóját. Először csak a börtönparancsnokság küldi oda Gregorit, hogy hát figyelje meg Mandelát, meg próbáljon meg kiszedni belőle információkat, és aztán kialakul a két férfi között egy barátság. Na persze ebbe a barátságba belejátszik az is, hogy Mandela egy tanult, a búr és angol világot jól ismerő ügyvéd, tehát ő pontosan tudja, hogy hogyan kell beszélni ezekkel az emberekkel, mármint hogy Gregorival például, vagy úgy általában véve a búrokkal és az angolokkal, tehát ő kifejezetten kompromisszumkészen viszonyul ehhez, és örül, hogy van valaki, akivel beszélgethet. És nagyon érdekesen jelennek meg a politikai ellentétek, például amikor Gregory felolvassa az Afrikai Nemzeti Kongresszusnak egy programjából egy fejezetet, és ugye arról szól ez a fejezet, hogy az Afrikai Nemzeti Kongresszus a termelőeszközöknek az államosítását követeli, és akkor megkérdezi Gregory, hogy ez nem kommunizmus? Mire Mandela azt feleli, hogy nem, ez szintiszta nacionalizmus, mert hogy arról van szó, hogy a termelőeszközök azok a nemzet kezében legyenek, a nemzeti közösség érdekét szolgálják. Most nyilvánvalóan persze ebbe beleértette Mandela a fehéreket is, az indiaiakat, a színeseket, de nyilván a lakosság túlnyomó részét kitevő fekete afrikaiakat is, akiknek ekkor, hát úgy szólván semmihez nem volt joguk, úgy igazság szerint, és hát aztán szépen látjuk, hogy a film végére azért csak sikerül áttörni a rendszernek a falát, és tárgyalóasztalhoz ülteti az ellenállása másik oldal politikusait, úgyhogy a film végén Mandela már egy elismert és mindkét fél által méltányolt politikusként lép el előttünk, és Gregory felesége, aki konzervatívabb, mint a férje, hát végül is üdvözli Mandelát, és az pedig viszonozza a köszöntését.
Szóval összességében véve nagyon jól bemutatja mind a magánéleti folyamatokat, mind Gregory családját, mint Mandelának a magánéletét, és egyúttal a fekete afrikai, meg dél-afrikai történelemnek ezt a sorsfordító időszakát. Arról már ugye beszéltünk, hogy nagyon nem mindegy, hogy mikor készül el egy adott film, főleg, hogyha egy történelmi helyzetet akar bemutatni Afrikában, és hogy azt mi mondjuk például mikor nézzük meg, vagy mikor nézzük meg újra. És arról is beszéltünk az interjú előtt, hogy a Tarzan filmeket legalább említés szinten mindenképpen azért bevesszük ebbe a listába, hiszen hát ezeknek a helyszíne mégiscsak az a klasszikus afrikai dzsungel, de az a bizonyos mesebeli Afrika, ahogy a dal is szól, tehát hogy nem tudom, hogy itt komolyabban foglalkoznak-e történelmi tényekkel, mert ugye a 30-as évekbeli egy-két Johnny Weissmülleres filmnek természetesen nem a társadalom formálás volt a célja, ahogy mondjuk a későbbi Alexander Skarsgårdral készült alkotása, a Tarzan legendája is inkább kalandfilmként értékelhető, bár nyilván ott már azért meg kell, hogy jelenjen valamiféle állásfoglalás, az meg megint egy másik kérdés, hogyha már itt az aggájainkról van szó, hogy Johnny Weissmüller és Alexander Skarsgård esetében is az volt a cél, hogy nagyon sokat mutogassa őket a rendező filmesztelenül, és hogy ez kimeríti a szexizmus fogalmát, ezt meg mindenki döntse el maga, mert valójában az volt a cél, hogy ugyanolyan mutatósak legyenek, mint a táj. Persze Tarzanról tudjuk, hogy egyébként nem volt túlöltözött. Egyébként még érdemes megemlíteni, hogy ugyebár Walt Disney rajzfilm is készült belőle, sőt, akár paródia, szóval rengeteg Tarzan film készült. Van-e köztük olyan, amelyik bármilyen szinten foglalkozott Afrikával mélyebben, mint hogy itt van egy egzotikus háttér? Hát a Tarzan filmeknek már az alap csengése is meglehetősen Európa meg fehér ember központú, mert hát mégiscsak ugye egy fehér ember nevelkedik fel a dzsungelben, és a dzsungelnek az ura lesz. Az állatoknak tulajdonképpen a királya. Na most azért vastagon benne van az eredeti Tarzan történetben, hogy erre ugye egy fehér ember képes, tehát ő alkalmazkodik a kőkemény természeti körülményekhez, és azokat legyőzve, hát tulajdonképpen a dzsungelnek az ura lesz. És azért, hogyha megnézzük a Tarzan filmeket, mondjuk a 30-as években, de későbbi alkotásokra is igaz ez, akkor azért mindig azt látjuk, hogy nagyon egykaptafára készültek ezek a mesék, ugye mindig bemerészkedik a dzsungelbe valami rossz szándékú, fehér emberekből álló csapat, az orvadászok, az elefántcsontvadászok, a kincskeresők, és ugye Tarzan persze legyőzi őket, hát mindig volt azért egy-két fehér, aki mellé járt, vagy segítette valamilyen módon, de általában ugye mindig legyőzte a csúnya, gonosz szándékú kalandorokat. És akkor felvethető a kérdés, hogy a feketék maguk hogyan jelentek meg a filmekbe, tehát mondjuk az afrikaiakat hogyan ábrázolták. Ugye általában kétféle ábrázolás volt, az egyik az, hogy vagy vad törzsi harcosok voltak, vagy pedig ugye a csúnya gonosz fehér embereknek a teherhordói. És hát úgy szépen lassan a kalandok során úgy elfogytak a film végére, általában ez szokott lenni az ő szerepük, nincsen arcuk, nincsen nevük, nincsen történetük, tehát olyan fogyóeszközök voltak a filmeken, és ezt már a maga korában is kritizálták, tehát azért többeknek feltűnt, hogy igazából ez a történet úgy mutatja be Afrikát, mintha ehhez a saját lakosainak, őslakosainak úgy nagyon sok közük nem lenne, meg az állatok hát majdhogy nem jobb bánásmódban részesültek a filmeken, mint az emberek. Na, ugye ebben változtatott a legutóbbi Tarzan film, ahol Tarzan már a belga őslakosok oldalán harcol a belga gyarmatosítók ellen. Zárásul javaslatodra egy vígjátékot is azért hozunk, mert hogy ez egy fordított történet, az Amerikába jöttem, legalábbis az első része, a második részéről szerintem nem is érdemes szót ejtenünk, de az első 88-ban azért nagyon sok szórakozást okozott a nézőknek, de az minden esetre felvetődik az a kérdés, hogy mennyire szerencsés, hogyha egyébként jellemzően a stáb nagy része is afrikai-amerikai volt, úgy döntött, hogy ezt a történetet elmeséli, hogy ők saját maguk sematizálják
ezt a bizonyos afrikai létet, ami azért ebből a szempontból felmerül, hogy kérdése, hogy ezzel a kérdéssel kell-e foglalkozni, mert már több korábbi beszélgetésünkben szó esett arról, hogy az az afrikai-amerikai, aki Amerikában született, attól Afrika pont olyan távol van, mint tőled vagy tőlem, tehát miért kellene neki máshogy hozzáállnia, hogyha ő sztereotipizálja az Afrika képet, akkor az pont annyira tekinthető hibának, ha annak tekintjük, mint hogyha azt nem egy afroamerikai író-rendező színész tette volna. Hát igen, ez egy nagyon érdekes filozófiai, meg antropológiai kérdés. Tulajdonképpen a 60-as években volt azért egy Afrika kultusz az afroamerikaiak körében. Akkor lett nagyon divatos az afrohajviselet, meg úgy általában minden, ami afrikai. Aztán ez szépen lassan lecsengett, illetve visszaszorult a kultúrába, popkultúrába, és azt lehet mondani, hogy mára ez politikai értelemben kihalt, tehát politikailag ennek nincsen vetülete, de popkulturális értelemben azért tovább él az afroamerikai kultúrában, és hát ugye az Amerikába jöttem, kicsit beleilleszkedik ebbe a trendbe, tehát ezt a fajta Afrika kultuszt is megpróbálták meglovagolni a filmben. Én alapvetően személyes véleményem ez, hogy inkább jó szándékúnak éreztem ezt az Afrika ábrázolást. Noha nyilván nagyon erősen rámentek a törzsi, despotikus hatalom és az öntudatos amerikai polgár közötti különbségtételre, a király meg Akim szerelmének az apja közötti konfliktusban. De alapvetően itt a humor dominált. Nyilván minden ilyen ábrázolásban azért benne van óhatatlanul is, ahogy már korábban ugye hangsúlyoztuk, egyfajta sztereotípizálás, sematizálás, adott esetben egyfajta lekezelés. Szerintem a film nagyon ügyesen elkerülte ezeket a buktatókat, de ennek oka az, hogy volt a korabeli Amerikában egy pozitív viszonyulás Afrika iránt. Ne felejtsük el, hogy a Gyökerek filmsorozat debütálása is néhány évvel ezelőtt történt, tehát megkezdődött az afrikai eredetnek a kutatása, és ebből fakadóan a csapdákat azért elkerülte ez a film, de nyilvánvaló módon ugye vigyázni kell minden alkotónak, hogy mire helyezi a hangsúlyt, és ez nem csak a európai alkotókra vonatkozik, hanem hát mindenkire. Ráadásul azt hiszem, hogy én is szeretem mint ezt a filmet, a legédesebb és legegyszerűbb megoldása a film végén el is hangzik válaszként erre a bizonyos mennyire vagyok öntudatos amerikai, vagy akár afrikai-amerikai kérdésre, amikor megkérdezi a mennyasszonyától, amikor már bevonulnak már, mint új király és királynő ebbe a bizonyos afrikai országba, hogy ha szeretné, akkor még mindig lemondhatna erről az egészről, és azt mondja lány, hogy ne. És akkor ezzel meg is oldódott ez a probléma, hogy nem olyan nagy baj az, hogy ők végül is királyok lettek, hogy elszpoilerezzük a filmet. Azt hiszem, valamelyest széles spektrumon tudtuk szerintem vizsgálni az Afrikával foglalkozó filmeket, úgyhogy nagyon szépen köszönöm Pár Ádám történész politológusnak, a Méltányosság Politika Elemző Központ munkatársának, hogy beszélgetett velem erről. Én is köszönöm szépen, szia!